Tisztelettel köszöntök mindenkit! Tisztelt nyugdíjas klubtagok, kedves szépkorú nyugdíjas tévénézők! Szeretettel köszöntöm Önöket, és szép estét kívánok minden megjelent nyugdíjasnak az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen. Mielőtt belekezdenénk a köszöntőmbe, engedjék meg, hogy egy személyes dolgot meséljek el Önöknek. Pár éve október 1-én meghívtuk az óvodában nagymamákat, nagypapákat egy ilyen délelőttös játszó napra. Amikor a köszöntő beszédemet mondtam, az öreg szó is elhagyta a számat a nagyszülőkkel kapcsolatban. Egy kislány, Mirella, felháborodva mondta nekem, hogy közben a beszéd közben, hogy az én nagymamám nem öreg. Hát én nagyon elszégyeltem magam, és tanultam belőle, és egyébként teljes mértékben igaza volt, úgyhogy én azóta a szépkorú, aki jelzőt használom az idősebb korosztály említésekor. Én már második éve köszöntöm itt Önöket a művelődési házban, a Hernádi Pitypang óvoda nevében, a Szépkorúak világnapján. A hangsúly az itt szón van, vagyis a művelődési házon, hiszen Hernádon mindig is hagyomány volt a szépkorúak köszöntése. Emlékszem, mennyire várták a gyerekek az idősek napközi otthonában való délelőttöt, amikor elmentek a nénikhez, bácsikhoz, és élvezték, hogy készülődnek, verseket, dalokat tanulnak. Volt, amikor be se fértünk a klubszobába, és az egész csoportot magunkkal vittük. Zalabainé Ica pedig összefogta az odajáró nénéket, bácsikat, és valami meglepetéssel készültek, még ők az ünnepeltek. Hát napközi otthon már nincs, mi ovisok foglaltuk el. Remélem nem haragszanak érte. De tudom, hogy egy jól működő nyugdíjas klub az van Hernádon. És most meglepetés is lesz. Hoztam magammal gombacsoportosokat, ott a másik helységre már nagyon várják Önöket. Október 1-e az Idősek Világnapja. Ebből az alkalomból mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudhatják maguk mögött. Ez a nap alkalmat ad arra, hogy ilyenkor megálljunk egy kicsit a rohanásban, alkalmat ad érzéseink kimondására, a köszönetre, és alkalmat ad a legfontosabbra, a találkozásra. Ezen a napon szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Minden évben köszöntjük Önöket, de szeretetüket, bölcsességüket és segíteni akarásukat az év minden napján érezzük. Nem volt olyan dolog, amit nem teljesítettek volna a hernádi nyugdíjasok. Legyen szó palacsintisítésről, vagy fánksütésről, varrásról, vagy éneklésről, szereplésről. Ez a közösség létezik, működik, él, azt jelenti, hogy itt jelen van az erő, az emberi kapcsolatok erőssége. Az időskor egy nagyon fontos életszakasz, ajándék annak, aki meg tudja élni annak lényegét. A lényeg pedig az, hogy az kerül előtérbe, ami számít, és ami igazán értékes, nem pedig a látszat. A szeretni tudás, a türelem, a megértés művészetének birtokosai Önök, ezekkel szükségesek a személyes kapcsolatok és a jól működő közösségek. Itt most megint egy kis személyes dolgot árulnék el, hogy az én szüleim is nyugdíjasok, de ők Budapesten laknak, és sajnos ott nincs ilyen közösség, ahová ők tudnának járni, és olyan irigykedve szoktam mesélni, hogy itt a nyugdíjas, mikor, hová mennek és hogy összetartanak. Úgyhogy örüljenek annak, hogy ilyen közösségük van. Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy derűsen és jó egészségben a család és a nyugdíjas közösség nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit Hernád minden szépkorú lakója. És most kérem, hogy fáradjanak át a színházterembe, mert egy kis színházi előadásban lesz részük. Van annyi szépen. Egyszer volt, hol nem volt, egy icipici házikó. Icipici házikóban, icipici ágikó. Ottan élt ödegén, egy icipici lencsilány. Itt mi tűnes csigány, kolencsi, kopácsi,
Fiatal. És választ más szakmát magadnak. Lehetnél inkább szakács vagy cukrász, akkor több pénzünk lenne, és nem kalapálnál itt egész nap. De én suszter vagyok. Az a dolgom, hogy cipőket készítsek, csizmákat találjak. Mindenki maradjon a pantofánál. Csak hát lassan megy a munka. Gyorsan elfáradok, ha érted, hogy mire gondolok. Értem, én értem, de legalább ezt az egyet csinálnám meg. Holnap jönnek értek. Egyébként is.
Jaj, kik ezek, én félek. Jaj, hát a Schuster és a felesége. Mit csinálnak ezek? Ez is lesz. Hát jó, dolgozzunk! Jó! Most ez.
Egy, mindenkiért, mindenki egyért. Olvas vagy alszik? Nem, nem, Annak.
Ne gyújjongjatok már, keresétek! Azt csináljuk! Akkor mit gyújjong? Mi gyújjong? Mint hogy keresgetnék? Ne piszkáld a hajamat! Ne? Nincsen! Ez a kinder marunk. Mondtam neked. Láttam őket. Ti segítettetek? Előbb volt. Akkor ezeket segítő mondjuk. Ezek segítő manokon. Ők segítettek neked. Viszont. De legalább azt mondjátok meg, hogy miért segítettetek nekünk. Mondtam én, hogy nem kellett volna segíteni. Hát azért segítettünk, mert hát tudjuk, hogy szegények vagytok. Meg hát kevés a nyugdíjatok is. Cipőt készítetek, akkor jut ételhozzalatokra. Igen. Sőt, ajándékra is futja az unokáitoknak. Jaj, az az ajándék! Már majdnem elfelejtek. Ezt ütkötöttem nektek. Apjuk, segíts!
csak álom az ma már, mi rég volt. Ez vissza többé úgy sem jött. Ha néha ránk ragyog az ég volt, szemünkben miért csillog a könyv? Én lassan öregszem, nem öregszem, de sajnos az idő. Szállnak a fecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, ez a nyár, sem a régi már, bevallom ezüstös helyemmel, a május úgy lefész, hát szívem. Bemutassam a kis manókat? Jó, akkor egyik manó, Zsaskovszki Mária, a Manócska csoportból néni. Anyu, Zsasnék Bácsból, a Bagoly csoportból nénie. Lusták Marian pedig a Bagoly csoport Gadus nénie. Nagyné Lukács Mária, Manocska csoport óvónénia volt a mai napig, a mai naptól nyugdíjas. Egy újabb Manocska, oda vecsélye Cserecki Edina, a Manocska csoport óvónénia. Gomba csoportos óvó néni, Bögös néni. És Papné Melinda pedig a Fiat csoportos. Köszönjük szépen, és reméljük akkor egy ilyen kis színházi területet is. Ebben is szeretnénk a mindenső kicsi vendéglátásra átolni a gyerekek is, meg az kedves barátaink, engedjétek meg, hogy ez a megtisztelő feladat nekem jutott ebben az évben, hogy nagyon sok szeretettel köszöntselek benneteket az idősek világnapja alkalmából, és kívánjak még nagyon-nagyon sok boldog, hosszú, időskori életet, nyugdíjas életet. Ezt a tortát pedig a Herdár Nagyközség önkormányzata és a képviselőtestület nevében hadd adjam át nektek. Köszönjük szépen! És azért, hogy a yin és a yang, a fekete és a fehér az egyensúlyban legyen, ezért egy csoki tortát is hoztunk, ezzel pedig a művelődési ház szeretne köszönetet mondani, hiszen mindig lelkes támogatói vagytok, akár a falunapnak, de minden rendezvényen ott vagytok, aminek mi nagyon örülünk. És hát ne feledkezzünk meg a Búzavirág énekegyüttes tagjairól sem, akik viszont tényleg minden egyes alkalommal ott énekelnek, ott színesítik a programot, ahol csak lehet, úgyhogy köszönet mindenkinek érte, és hát nagyon jó étvágyat kívánunk hozzá. Tájért is, meg mindent, jó? Azt mindjárt hozzuk. Jó?